Alzheimer, Parkinson vagy éppen az epilepszia, mind olyan súlyos neurológiai betegségek, amelyeknél a kór kialakulásának folyamatában, illetve a gyógyításban sok mindent kell még tisztázni. Ez is része volt annak a projektnek, amit a Pécsi Egyetem klinikáin folytattak, és szerdán záró konferenciával fejeztek be hivatalosan. Parkinson kornál, hogyha az alapkutatók felfedeznek egy olyan molekulát, aminek a szintje változik a betegség előre haladtával, és talán még pontosabb prognózist és koraibb diagnózist lehet ezzel elérni, akkor a klinikus kollégák már ezt rögtön tesztelik, illetve pontosan velük együtt végezzük ezeket a vizsgálatokat, és rögtön be tudják építeni a saját betegvizsgálati paneljükbe. Ez egy példa a professzorasszonytól, milyen kutatásra kell gondolni a programban, de több irányban is elindultak a szakemberek. Nagyon sok új felfedezés született, kezdve onnan, hogy alapmechanizmusokat a csoportjaink legalábbis előrelépést tettek benne, a Gyógyszertani Intézet gyógyszerkutatást, fejlesztést végez, és a klinikusok, akik pedig részt vesznek ugyanúgy a projektben, a neurológia klinika, a pszichiátriai klinika és az idegsebészeti klinika, pedig új gyógymódok és diagnosztikus megközelítéseket fedeztek fel. A program a molekulától a betegágyig alcímet viselte, vagyis a molekulális szinten tett új felismerések minél gyorsabb és hatékonyabb beépülését a gyógyításba is előtérbe helyezték. A részletes eredményekről később számolnak be a kutatók.